szeretettel köszöntök minden kedves megjelent vendégünket. Boldog vagyok, hogy számomra egy nagyon kedves hölgyet köszönhetek a községi könyvtárban, a Magyar Hét újságírónőjét, világutazót, Bokor Klárát. Klári azon nők közé tartozik, akik nem ismernek lehetetlen, amikor utazásról van szó. Útjai során olyan helyeket keres, ahol még természet közelben élnek az emberek, ahol nem távolodtak el még az ősi egyszerűségtől, ahol a hitük még az életük része. Novemberben jelent meg a Világ a szívemben című könyve, melyben személyes élményeiről, úti kalandjairól ír. Kívánom, érezzék jól magukat, utazzunk egy jót a nagyvilágban. De mielőtt útra kelnénk, szeretnék veled beszélgetni a könyvedről, személyes élményeidről, kalandjaidról, terveidről, félelmeidről. Jó, ha itt ülhetnék, az nem. Ide jöhetsz, akkor cseréljünk. És akkor az első kérdésem, könyve címe, a Világ a szívemben. Honnan jön a cím? Hát ugye ez volt a legnehezebb. Még nehezebb, mint megírni, mert annyi fajta cím felvetődött, hogy aztán nem is tudtunk választani. A legnyerőbb az volt, hogy színes kavicsok. És aztán akkor tényleg már szerintem színes kavicsok, azt kifestettem. Azt így összeraktam ilyen kis halmomba, azt lefényképeztük, hogyan, miképp. Tehát ezzel annyit kilóttunk végül, hogy éreztem, hogy hát jó, de nem az igazi. És aztán valaki azt mondta, hogy figyelj, hát írd be a netre, mesterséges intelligencia valamit kidob, úgyhogy ott én 2-3 cikket föl is tettem, a kezde, a előszót, meg egy pár úti beszámolót, aztán ez dobta ki, Világ a szívemben, úgyhogy ez a mesterséges intelligenciától, de rögtön éreztem, hogy valóban ez az, amit akartam. Nem egy különleges, hogy, de mégis, tehát, hogy mindenkit igazán, minden népet szeretek, és hát sokakkal leveleztem is, úgyhogy még mai napig is tartom a kapcsolatot sokakkal így neten keresztül, úgyhogy tényleg egész szívembe zártam őket. Aki olvassa írásaidat, követi úti kalandjaidat, azt mondhatja, hogy semmitől nem félsz. Mindig ilyen voltál? Hát én is félek, de akkora a kíváncsiság bennem, hogy azt legyőzi. Tehát semmi félelmet ott nem érzek akkor. Amikor itthon visszanézek, te jó Isten, mondom, hát hogy mertem én oda elmenni, de ott nem. Tehát ott azt mondom, hogy itt vagyok most egyszer, és ezt látni akarom. Úgy hallottam, hogy szívesen olvastad Verne Gyulát, Tejtő Jenőt. Innen alakult ki a kalandvágy? Hát pont fordítva, azért olvastam őket, ugye, hogy, mert ez érdekelt, úgyhogy akkor is elmentem mindenhova, tehát bejártam. Annyira benne voltam abban az érzésben, hogy mikor anyukám aztán hívott, meg kiabált, hogy segíteni, meg jaj, mert akkor ki tudtam volna menni a világon, mert én egyszerűen abban éltem, tehát ennyire bele tudtam magam élni, úgyhogy annak idején még, mikor én voltam gyerek, még képet is, vagy ilyen újságból ilyen képeket is nehéz volt szerezni, úgyhogy azt is, mikor aztán valahol láttam ilyen szép képeket a világból, azt kinyírtam, úgyhogy a kinti árnyékszéket kitapétáztam bele, és ott ültem, és néztem. És akkor még biztos voltam benne, hogy én ezekre a helyekre mind eljutok. Aztán hát, ahogy nőttem, úgy kezdtem elveszíteni a reményt, tehát a szociban utazásra, hát tényleg nem is nagyon gondolhatott az ember. Pláne, hogy közelébe se volt a pártnak. Mióta utazol, és miért? Különleges helyeket választasz. Hát te nagyon szépen megfogalmaztad, hogy miért előszóba, tehát hogy ahol még látom ezt az ősi életmódot és ezt az Istenre hagyatkozást, ami az embernek sajátja volt régen. De most már ugye
még a templom előtt, ha megyünk, akkor keresztet sem merünk vetni, mert mit tudom én, ki fog nézni, inkább akkor nem. Tehát ezek az emberek viszont úgy élik a mindennapjaikat, hogy ez így az életük része, és ezeket nagyon szeretem, főleg a nomádokhoz szeretek járni, úgyhogy... És első, mi is volt a eleje a kérdésnek? Miért, hogy mióta? Mióta? Hát a rendszerváltás óta csak. Akkor nyíltak meg a határok. Amikor a rendszerváltáskor megnyíltak a határok, akkor tulajdonképpen mindenki erre ment, ugye bejárták Európa különböző helyeit. Szőgyéniekkel pont Velencébe találkoztam, akkor mindenki oda ment, úgyhogy ilyesmi, és akkor hitoktattam, és a gyerekeket is vittem, tehát ilyen ifjúsági találkozókra, biciklitúrákra, úgyhogy ezek nagyon szép évek voltak. Aztán még akkor a gyerekeim is kisebbek voltak, de hát úgy van, hogy megnőttek, és már akkor nem jöttek velem. Azóta megyek egyedül. Van kabarád? Nincs, na jó Isten, nem vagyok, nincs. Szoktál félni? Félni egyáltalán, mindig csak a kíváncsiság van bennem, tehát félni nem. És ilyen pánikroham nem kísért még? Nők vagyunk csak. Nem, pánikroham soha, úgyhogy... De amúgy úgy féltem már, mert tényleg aztán keveredtem én magamtól, tehát úgy hirtelen azt mondta például Etiópiában valaki, hogy nem akarom megnézni a börtön. Hát dehogy nem. Hát, és akkor ugye mentünk, és akkor már kimentünk a városból ezzel az illetővel. Bozótos egy kicsit. Hát akkor nem tudtam kínomban mit csinálni, akkor elkezdtem neki magyarázni, hogy milyen nagyszerű volt, hogy minket lefényképezett a barátnőm, mikor elindultunk. Na de ő is csak így nézett rám, gondolta, hogy miket beszél ez, de mégis elültet, hát mondom, ha nem is igaz, legalább elültetem benne ezt a kétkedést, és aztán, hát valóban amúgy rendes fiú volt, tehát biztos nem is forgatott semmi rosszat, de mondjuk ott már kezdtem félni, hogy mégis hová megyünk. Amikor az ember eltervez egy utat, két síkon teszi meg, egyik a fizikai, másik pedig a szellemi. Ezt hogyan csinálod? Hát igen, ez tényleg két síkon van, mikor eltervezek egy utat, aztán van, amiből semmi nem lesz, de azt is így átélem, úgyhogy hát először elolvasok róla mindent, megnézem a képeket, és szokták is mondani, hogy minek utazol akkor, ha már mindent tudsz. De mondom, azok a helyi élmények, az, tehát, és mindig történtek, olyan lányom szokja mondani, hogy téged üldöznek a kalandok, de tényleg úgy, hogy nagyon sok kalandok volt. És azok le vannak írva, tudom benne a könyvben. Mindig vallásos helyekre jársz? Nem, ez mondjuk nem feltétel, de az viszont igen, hogy mindenhol keresek keresztények. Van, ahol nem találok, de az nagyon-nagyon kevés hely, a legtöbb helyen találok keresztényeket, még ahol nincs is. Úgyhogy voltam a Comor-szigeteken, az itt van Madagaszkártól nem messze, ott. És ott is kérdezem a helyi vezetőt, hogy van-e itt keresztény közösség. Mondták, hogy a helyi, hát muszlim volt, hogy itt nincsenek keresztények. És ahogy ezt kimondta, így fölnézek a hegytetőre, és látom a pálmafák közül egy kis templomocska tornya magasodik az ég felé. És aztán rögtön oda mentem, és az is nagyon nagy élmény volt. Mire vagy a legbüszkébb kalandozásaid során? Ó, én mindig azt az országot szeretem, ahol éppen vagyok. Azért lelkesedek azért mindent, tehát nem, ilyen nincs, hogy valamit esetleg előbe helyezni. Gondolom, sokan megkeresnek utazási kérdésekkel. Miben tud segíteni? Hogyan kezdje el, ha valaki most utazni szeretne? Aki ma utazni szeretne, az utazik. Tehát régen nem így volt. Ugye ma már ezek a fiatalok mind tudják a nyelv, angolt legalábbis, de akár több nyelven is beszélnek, úgyhogy nekik már sokkal könnyebb elmenni a világba, és mondom, nyitva vannak a határok, úgyhogy aki akar, az elmegy. Amikor ugye sokszor mondják, hogy
Ja, jó, neked már van erre pénzed. Az embernek arra van pénze, amire költ. Tehát amire akar, arra összejön a pénz. Én arra is emlékszek, hogy én 500 eurós fél füzetésből is el tudtam menni ilyen helyekre, és aztán, mikor mondtam a kolléganőimnek, mondom, ha valami közbe jön és mégse tudnák, ne ittek menne el fél áron. Én fél áron odaadnám, mert hát nehéz azt már utolsó pillanatban visszamondani, és senki. Tehát egyik, jaj, mennék, de tudod, a gyerekek, akkor tudom, jaj, én meg mennék, de orvoshoz éppen, úgyhogy nincs senki. És hát ugye ez így van, hogy ahová az ember nagyon el szeretne menni. A Jóisten így teszi elé a lehetőségeket. Én emlékszek még arra is, hogy már csak kevés hiányzott, és mondom, honnan vegyem ezt a pénzt, és akkor a szövetkezet küldte a földek után az adókat, úgyhogy szinte hihetetlen, de igen. Milyen terveid vannak még, hová látogatnál el? Hú, a félvilágot bejártad. Na, hát a másik felállásban. Szeretnék még eljutni, de hát majd meglátom, hogy milyen módon, mert ugye én sem bírok még dolgozni, bírok, addig még lesz erre anyagi fedezet, de hogyha nem véletlenül nyugdíjú, vagy ilyenből nem nagyon lehet utazni. De akkor is fogok, ha van rá lehetőség, és itthon nem kelletek. Mégpedig akkor majd elmegyek valahová ilyen segítőnek, vagy valami, és akkor így, hogy hát nem pénzért, hanem koszték kvártéért. És egy utolsó kérdés. Mit üzensz azoknak, akik szívesen lennének a helyedben, de nem mennek útra kelni? Hát ilyen szerintem nincs, mert aki a helyembe szeretne lenni, az merne. Az, utazni merni kell, úgyhogy ha elhatározza valaki, és mondom, akkor a Jóisten itt teszi a lehetőségeket elénk. És sokszor úgy van, hogy például én elhatározom, hogy mit tudom, én el akarok még menni Pápua Új-Guineában, ahova tényleg el akarok. De például jön egy olyan lehetőség, hogy azt mondják, hogy itt van egy alkalom, és nem akarsz például Irakba, vagy ilyen helyre. Például Irak is így jött, hogy teljesen váratlanul, úgyhogy és oda is, ahogy elmentem, na, az az út volt addig a leg, úgyhogy ott semmi nem volt előre lefoglalva, kidolgozva, tehát ott elég nehéz körülmények voltak, de mind a mellett, hát az fantasztikus. Hogyha akarjátok, most levetítem, legutóbb Kubába voltam, na, az volt a leglájtosabb utam, ami csak létezik, de aki akarja, levetítem Irakot is, mármint legalábbis azokat a videókat, amit készítettem, mert ott egy ilyen vallási ünnepen voltam, a Assúra ünnepén, ahol a helyiek fejezték ki az Isten iránti tiszteletüket, hogy ilyen macsetákkal vágdosták a fejüket, úgyhogy az elég durva, de hogyha valakit érdekel, én szívesen. Megnézzük. Ilyen Bartól. Bartól, igen. Jól van. Macsetás. Hát akkor kellünk is útra, úgyhogy nyugodtan lehet kérdezni. Gondolom, Kubában már volt valaki, aki indul biztos. Akkor induljunk is útnak. Nos, tehát ugye 10 órás repülőút után értünk ugye Kuba repterére, José Martí repülőtérre, és hát ugye itt rögtön ilyen régi autókba szálltunk, mert a turistáké mind ilyenek jönnek, tényleg ilyen egészen máshol csak múzeumokban látni ilyeket. De még nem csak, hogy van akinek nagyon jó rendben van, de van akinek csak ilyen ragasztó szallagok tartják, és azt hát egészen így ráz, úgyhogy nagyon érdekes volt ezekkel utazni.
Uh-huh. Úgyhogy abból csinálhattam volna. Na és ahogy elindultunk, már is így megcsapott ez a millió, hát ez ilyen, lehet, hogy fiatalabbak, nem emlékszik, de ez olyan 70-es évek nálunk. Úgyhogy ilyen szót várjunk, nem ez jött. Vagy ez? Ja, ez jött, jól van. Hát este értünk, igen, Havannába. Ezt az ablakból készítettem. Havannába itt ebben a Hotel Presidentben voltunk elszállásolva, és hát tényleg a hotelokban minden van. Na, aztán majd legközelebb erre visszatérek, mert ugye a helyieknél viszont semmi sincs. És ők nagyon-nagyon szívükkel veszik ezt az egészet, hogy tehát, hogy ott minden van, és nekünk meg csak ennyi jut. Na, ezt az ablakból készítettem, és méghozzá a fürdőszobából, mert máshol nem nyíltak az ablakok. Ez pont az iskolára néztem, és aztán ezt az ablakból készítettem, és ez egy videó lenne. Ja, tényleg van itt hang? Van. Na jó, úgyhogy a hangverneny nem nagyon jó, mert énekeltek valamit, mert az utca zaja hallatszik be, de így kezdődik ott minden tanítás a Kubába, és összehajtják végül ezt a zászlót, úgyhogy úgy fejeződik be, és aztán utána mennek az osztályokba. Na és rögtön Kubának a felfedezésére indulunk. Mindenhol várakozó emberekre bebotlottunk. Itt például éppen mosópor és szappan érkezett, és ott állnak sorba, de viszont csak ezt kapják, egy másik sorba mást kapnak, úgyhogy valami szörnyű, hogy az egész életüket így sorban állva kell eltölteni. Na, ez pedig a forradalom tere, és hát ez a leghíresebb tér, itt szokták tartani a május 1-jéket, és hát ugye május 1-jén több millió ember is elfél a téren, és akkor senki se józan, mert ugye, hogy akkor a rumot ciszternákból mérik, tehát hogy különben nekünk is, ahogy bejutunk a autóbuszba, tényleg vagy kis buszba, akkor már rögtön elő a rumot, mindenki, tehát ott a rummal még annyira se takarékoskodtak, mint a kólával. Tehát ott folyott úton, útfélen, tehát abszolút nem volt az akadály. Na, hát ez a leghíresebb épülete, ez körülbelül már mindenki látta, Che Guevarát azt egekig istenítik, úgyhogy hát mondjuk, aki időben meghal, az ha tényleg tovább élt volna azért, hát ő neki is aztán volt mindenféle élete, de annyi rosszat mégse tudott tenni, hogy tehát mindenki azt gondolja, hogyha ő maradt volna Kubába, akkor másképp alakul a világ, de nem alakult volna másképp, de ezt mintha Miami-ba fényképeztem volna, de különben Miami nem volt messze. Ott képzeljétek, hogy fél óránként ment oda repülőgép, úgyhogy még busz sem megy annyiszor, mint repülő. A Miami, ők azt látják, hogy nekik olcsóbb Kubába átjönni, mint otthon maradni. Úgy otthon, hogyha például kiveszik a szabadságukat, és otthon, akkor bevásárol, könnyebb, hogyha átjönnek Kubába, és itt olcsóbb. Úgyhogy ezek ilyen régi lakóházak, a terek viszont nagyon szépek voltak, úgyhogy ez az egyik erőd. És ez nagyon érdekes kép, mert ugye nagyon megbecsülik ott a szivarkészítő mestereket, és ugye ennek is, ja, ez például ide, de elmondom. Tehát ez egy azért jó, mert például nem is tudom hány méter, 20 vagy annyi, ezek szivarok, azok a hosszúk, és akkor még lehet venni is, hogyha például lenne ott egy 50 fős lagzis nép, akkor vesznek egyet, és azt közösen elszívják. Mm-hmm.
Na, és akkor itt ő aranytáblácskán a neve, aranykaróra rajta, és aztán nagyon-nagyon megbecsülik, mondom, ezeket a szivarkészítő mestereket, és bele. Na, jaj, igen. Nem tudom, azt hova tettem, de azt láttuk, hogy mögötte, hova is tettem, várjunk ezt a... hogy mögötte egy ember állt. Na ez a kép, hogy mögötte egy ember állt, néztük, aztán végül rájöttünk, hogy az ő maga viaszból megformálva. Úgyhogy tényleg megbecsülik, mondom, hogy aranyból volt mindene, és még meg is örökítették őt ilyen... Na. Aztán fölmentünk ehhez a Krisztus szoborhoz, ezt is csak most állították, mikor már egy kicsit alább hagyott a rendszer szigorúsága. Úgyhogy onnan így láttunk Havannára. És mindenhol, ahová csak léptünk, ott mindenki a turistákon akart élősködni. Tehát nem tudtunk kettőt lépni, hogy valakinek ért volna, a gólyalábasoknak, a táncosoknak, a madamoknak, öltözötteknek, a festőknek, az éne zenészeknek, úgyhogy minden egyes lépésnél fizetni kellett volna, sőt nem csak az, még ilyen helyen nem is voltam, tehát hogy pont a vezetőink, azok se gondoltak semmi másra, csak hogy minket hogy verjenek át. Megálltak egy, hogy ott fogunk ebédelni például egy helyen. Néztük, hogy mibe kerül, hát hogy egy ebéd úgy 4 euró körüli árba van, gondoltuk, hogy ez nagyon jó. És aztán mondták, hogy nem kell itt fizetni, majd együtt megfizetjük, és mikor beültünk a autóbuszba, akkor hogy na fejénként 15 euró, úgyhogy, úgyhogy mindenki, mert ott más nincs, mindenki a turistákon akar élősködni. Na. Ezt azt mondták, hogy ha valaki rálép ennek a lábára és megfogja a szakállát, az egészen biztos, hogy a következő évben már gyereket fog szülni. Csak azért mutatom, hogy ez nem igaz, mert... Jó, ez csak... Úgyhogy mindenhol, de mindenhol, és szóval futottak utánunk, ha véletlenül úgy csak el akartunk oldalomni. Úgyhogy, na hát itt ez a cukornádból ez a lép, itt pedig bemutatták, hogy a 1900-as években hogy készült a rum, mert a rum az nagyon fontos, úgyhogy 3 fajta olyan volt, hogy egy 3 éves, 6 éves, 9 éves, így mind drágább, úgyhogy, és hát mindenféle fajta, de mondtam, ez a Havanna klub, ez az alap, és aztán mindenhez. Tehát olyan, hogy volt, hogy a rumé nem kellett fizetni, de a üdítőért igen. Úgyhogy egészen elképesztő helyzetek voltak. Havannának nagyon szépek a terei, tényleg olyan nagyon érdekesek, és nagyon szépek tényleg, de nem mindenhol. Tehát még akkor nem mentünk olyan helyre. Itt ez is szép, rendőrnő. És hát ugye legalább, hát én mondhatom, hogy legalább a 40%-a a lakosságnak tud valamilyen hangszere játszani, mert ott mindenki zenész volt. Ott aztán mondhatták, te is zenész, úgyhogy mindenki. Na, ez a legrégibb épülete Havannának. Na. És hát a zenészek úton útfélen, de nem volt érdemes rögtön adni nekik, mert akkor az kicsit még pengették, aztán abba hagyták, de hogyha akartuk élvezni, és akkor
kellett várakoztatni. Na, ezen a téren felfedeztem magamnak ezt a templomot, és gondoltam magam, hogyha lesz Szent Mise, meg is néztem, hogy mikor lesz, hogy akkor visszajövök, és már este volt is arra lehetőségem, hogy visszajöjjek. Fogadtam egy taxit, és visszajöttem. Aztán azt gondoltam, hogy már nem is lesz Mise, mert mondom, bezárták az ajtókat, de ilyen oldal ajtón engedtek be. És én már elkezdődött a Mise, de még elején tartottak, voltak vagy 13-an pontosan. Ők vallásosak, de a templom járás ugye az arról le lehet szokni, és aztán ők a... Fiatalok is van. Ez volt a Mise, és itt a nővérke. Pappal is akartam beszélni, de nem tudott angolul, úgyhogy nővérkék se senki nem tudott, úgyhogy ennyi volt. Fényképezkedtem csak. Úgyhogy ezt az utcán fényképeztem, ezt a bácsit. Akkor ez a hölgy, aki el is kísért a misére, ugye azt mondta, hogy fog nekem egy taxit, és valóban fogta is ezt a taxit, de aztán úgy csinált, hogy először hozzá mentünk ki a felébe, aztán ő kiszállt, hogy sziasztok, és aztán hát az egészet én fizettem. Érdekes, és hát a miséről egyenesen a tropikánus show-ba mentem, és hát nem nagyon szeretem a revőt, de nem bántam meg, hogy elmentem, mert tényleg volt valami ilyen érdekes, erotikus fűtöttsége ennek, és nagyon szerettem nézni ezeket, pláne azokat, akik részt vettek, tehát némelyik egész különleges módon el volt tőlük ragadtatva. Nem lehet egy kicsit? Ott van, ott köröttünk, úgyhogy elmentek a nézők közé is. Ja, és hogy van itt olyan valaki, aki állandóan nézi, 200 táncos állandóan táncol. Mindenhol így, majd mutatom, hogy így fönt is. És aztán, hogy a aki hát azt gondolja, hogy rá már tényleg senki nem figyel, hogyha nem ad bele apai, anyai, másnak már nem kell felvenni. Na ott fönt is, úgyhogy mindenhol táncoltak, és hogyha valaki úgy azt gondolta, hogy azért nélkülem elmegy ez a show. Na és hát onnan egy, ugye harmadnap elmentünk egy olyan helyre, ahol valóban ez a dohányterem, amiből ezt a értékes szivarokat készítik, hogy 3 éve vonult valami tornádó át, de még mindig így néz ki a terület. És ahogy kiléptünk a járműből, folyt a rum, ugye, akkor zenész is akadt, hihetetlen. Itt voltak ilyen barlangok a sziklába, ide is bementünk, csónakáztunk egy kicsit. Ez pedig az a farm volt, ahol ezt a dohányt termesztik, és teljesen kézi erővel, tehát még traktort se használnak, hanem a földet ilyen bivajokkal művelik. És aztán
azért, hogy minden bio legyen, de amikor mi ott voltunk, akkor pont kukorica termett ezen a földön, mert azokat novemberbe kell kiültetni, amikor hogy jól elázott már a föld, és aztán, hogy tehát addig meg ugye. Na és itt láttunk először krokodilokat így tenyészteni, úgymond, így másnak ugye felénk, mit tudom én, van csibeólja, no ott meg ilyen krokodilos gödör, igen, és ezt nem azért tartják, hogy milyen szépek, hanem megegyék. Eszik a krokodil húst, úgyhogy ezek húsra tartják ezeket a krokodilokat, úgyhogy nem kell velük birkózniuk, mert megeszik, mikor ekkorák. Ami ehető, azt megeszik a kubaiak, úgyhogy így szárítják. A kubaiba, fabrico a Monte Cristo, tehát odjelölöm a polovicu, a nagyobb csúcsász. Na ez a tulaj, és aztán ők csinálják. Hovorí sa, že každý, čo šula cigary, tak vie robiť aj dobré masáže. S tými masátkymi nepočávajú. Dobre, mladšor, súpe, ale po 5, 15 minút, ale trajte to veľmi. Ešte predtým, ako rozbalia, tak nejakých 5 minút, predtým, ako začnú to rozbalovať ten list, tak ho nechávajú na slnečnom žiarení aj s tým papírom. To páči, že konok na kapa. A kapa az azt jelenti, hogy azzal csomagolják, mert tulajdonképpen mind a három része az a tabak, vagyis hát az a dohány, de mind más részéről van a dohány tőnek. Na, hát itt mi is megpróbáltuk. Ám jó különben. És ezek a Bogia hegyek, úgy nevezik ezeket a hegyeket, mert így kiemelkednek a... Erre még festettek is valamit, mindenhol ez a mango, azok úgy termetek, hogy tényleg csak így fogtuk a fákról és elmegettük. Úgyhogy nagyon úton útféle. Elromlott a autóbuszunk, hát ilyen volt a szerelőműhely, mint nálunk ugye 70-es években. És hát mindent kézi erővel. Ott aztán nem volt semmi. Na így néznek ki, ezek valóban Bogia hegyek, mert itt csak kiemelkednek a sík területből. Úgyhogy... Na, szép helyek voltak különben. Ja, és hát ugye nagyon sok tehén húzta, bivajok húzta, mindenhol lovak, lovak annyi van, hogy szinte minden harmadik lovon jár. Azt a gyereket. Úgyhogy ezt tehát kipróbáltuk ezekbe a régi, de mondom, akkor már ültünk százba, amikor, de hát ilyen nyitott tetejűben még nem. Úgyhogy úgy is megnéztük Havannát. Aztán tényleg ez a Kapitólium pont ilyen amerikai stílusra, ez a színház épülete. Na és hát ugye, amikor aztán már mehettünk, hát a Uti társnőmmel, akkor azt mondtuk, hogy mi elmegyünk, ha vanna olyan részeiben is, ahol az igazi életet látjuk. És hát itt valóban mondjuk ez olyan üzlet, ahol még jegyre lehet venni. Tehát a jegyrendszer még működik. És a jegy az azt jelenti, hogy államilag garantál áron lehet megvenni valamit, és azt mondták a helyiek, hogy az körülbelül 3 napra elég, amit ott lehet ezen a... ennyi garantált áron megvenni, a többit a fekete piacon kell, és hát ott megkérik az árát, és hogy itt se, tehát például azt mondja, hogy ő olajérés, tojásér áll sorba, de hogyha már csak szalámit kap, akkor azt tesz. Nem ám úgy, hogy ez kell bele, vagy az kell bele.
Úgyhogy, és tényleg ez ha vannak, különösen hatott rám, mert nagyon szépnek láttam, hát ilyen tényleg korabeli házak, de ez valami nagyon-nagyon szép. Ez azt jelenti, hogy itt a házmester lakik, ez a jel azt jelenti. Nagyon-nagyon hangulatosak voltak. De bent viszont, hát képtelt, hogy egyik... Bent viszont volt úgy, hogy ehhez is bementem, és épp így találtam őt, és aztán mutatta, hogy itt, mert ő nekik, hogyha van két szobájuk, abban egyikben vállalkoznak, másikban alszanak. Úgyhogy, mert most már, hogy ilyen kisebb vállalkozásokat nyithatnak, már aki tud, de hát nem mindenki tud, van akinek helysége sincs, és aztán hát így vállal, de nem tudom mit, tehát cérnát árult, vagy műkörmös volt, vagy nem tudom mit. Na hát és így néznek ki a különben üzletek, hogy nincs semmi. Tehát itt is csak ezek a kövek voltak egymásra helyezve, úgyhogy még ilyen menőbb üzletekben is nagyon-nagyon üresek voltak a polcok tényleg. Nagy, különben azért ennyire lestrapáltak ezek a épületek, mert majdnem nem is fizetnek érte a lakók bért, na úgy is néznek ki az egész, tehát ők se gondozzák, csak lelakják, és hát amúgy is megy az idő rajtuk, úgyhogy senki nem javítja ezt. Úgyhogy van, ahol létrákon, nem is tudom most, azt, de volt olyan is, hogy létrán mentek fel a gyerekek is a emeletekre. Úgyhogy a levélig leszakadva, ott állt a gyereket így tartja a karján a balkon, úgyhogy erkélyen, valami szörnyű. Na ez a bár, itt járt Hemingway is, és hát itt ittunk daiquirit, ami hát nagyon-nagyon finom volt, úgyhogy, de hát annak is rum a lényege, hogy is rum. Fehér rum, lime, tört jég, és valami cukor, nagy cukor. Na itt vagyok Hemingway-jel, mert még bronzba is öntötték, úgyhogy. Itt mindig, tehát aki csak eljut Havannába, az itt megáll, ez mind turista, ez helyi nincs itt. Úgyhogy hát ilyenek a házak, ezt ettük. Bár ezzel, hogy tel is tele van ez a táj, de nem lattunk jól, úgyhogy csak éppen, hogy mert ezek mind ilyen hüvely csak. Na és ilyenek, hát, de ezek mind laknak amúgy ilyenekben. Érdekes. Na ehhez a kislányhoz is bementem, ő is, hát mindenféle tárol, és itt ebbe hátsó szobába néz tévét, alszik, és mindent ott csinál. Úgyhogy ezek az utcák már, mikor délután kettőkor szinte tele voltak, de este még. Ja, itt látni ezeket, hogy tényleg, hogy csak úgy vannak átcsolva, ha tudnám nagyítani, de inkább nem nagyítom, mert akkor elmegy az egész, hogy ez a hölgy ilyen félig leszakadt erkélyen nál. És hát semmi biztonság, de kiengedik akár a kisgyerekeket is. Úgyhogy na és ez a valaki mesélte, ezt találtuk, és ezt tudott angolul. Na és felvettem diktafonra is, hogy el ne felejtsek valamit, le is írtam ebbe a könyvbe. Tehát ő azt mesélte, azt mondta, hogy 3 évig volt börtönben valami rendszerellenes részvételért, és aztán apja, hogy pancsolt, szesztivott, azért halt meg, és ő mesélte, hogy tehát, hogy államilag 1 hónapra, 1 csibe, 7 tojás, egy zacskó kávé és 2 doboz cigaretta jár egy családnak. Úgyhogy ha 1 hónapra 1 csibe.
No és hát ez egészen elképesztő, úgyhogy teljesen nyilvánvaló, hogy máshonnan is kell szerezniük, ugye. Ők mindig valamit cserélgetnek, valamit visznek a másiknak, ő azért ad ezt, úgyhogy ott ebből áll az élet, hogy mindig kell azon gondolkodni, hogy hogy éli meg a másnapot. Na, és meghívott magához is, de Anyicska végképp nem akart jönni, mert azt mondta, hogy örüljünk, ha kijutunk ezekből az utcákból, mert tényleg veszélyesek voltak. Úgyhogy... Na és ez már így a tengerpart, ugye ezen a tengerparton este mindenki ide tódul ki, nappal nem, mert nincs ott egy faset, de este már igen, és akkor ott beszélgetnek, szinte ez az ő Facebookjuk. Nem a Facebookon, hanem ott beszélgetnek. Na és este ugye a turistáknak mindig van, hogy valahol szórakozhatnak. És hát ezek a öregek lassan már 100 évesek lesznek, még mindig, és még nem is csak egy helyen lépnek fel, hanem rengeteg. És azt nagyon tudják szórakoztatni a népet, és mindenki, hogy hová való, mondjuk a görögökre ráakadtak ezek, mint ezt az Orbán. Némelyik, hogy mottál jött, de ott az asztalra azért felállt. Na és akkor a belvárosban van egy hatalmas park, lényegében ez Havanna tüdeje, és azt mondták, hogy ott fogom látni a szantéria híveinek a szertartását. Erről azt kell tudni a szantériáról, hogy ezek keselyük, hogy tehát Kubába rengeteg afrikai rabszolgát hurcolták be, mert ahogy ugye felfedezte a szigetet Kolumbusz, mindjárt kiirtották a helyi lakosságot, nem maradt, aki dolgozzon, úgyhogy aztán a rabszolgák jöttek, és a rabszolgákat ugye rögtön meg akarták téríteni, és hát sikerült is nekik úgymond, de viszont mégse. Mert a rabszolgák úgy csináltak, hogy a saját, az istenneiket behelyettesítették a kereszténység isteneivel. Például Szűz Máriát az ő Oshu istennővel. És aztán ők énekeltek, táncoltak Szűz Máriának, már mind a spanyolok úgy gondolták, hogy annak, de mégse, tehát hogy ez megmaradt. No és ez a szantéria hívei a máig élnek, és ilyen vudu szertartásokat művelnek. Mondjuk, amúgy tényleg semmitől nem félek, de a vudutól azért tartok, úgyhogy, de annyira nem, hogy ne kerestem volna meg őket, és tudtam, hogy jó helyen járok, mert ezek a keselyük már ott gyülekeztek. Na és akkor jaj, most jön a... egy kicsit beletekerek. Na igen, egy bokorból így fényképeztem, mert mondták, hogy nem nagyon szeretik a zavarjukörköt, és hát nem is akartam, hogy rögtön aztán rám valami átkot szórjanak, úgyhogy ez egy tyúkot vágtak. És ez a fehér és a
Sárga, ezt kimondottan az ő színűt, és hogyha valaki a szantériába el szeretne merülni, akkor egy egész évig úgy kell fehérbe kellni kijárni, és semmi más, semmilyen nem is lehet más színű, mint fehér. Se a kalapja, se a cipője, se az eselműje, se semmi. Mondom itt a bokorba, így bujdostam, mert mondom aztán nehogy meglássanak, de ezért ezeket sikerült felvennem. Na és itt jön pont egy ilyen... Na, és akkor tényleg, hát valóban még a övtáskája is, a esernyője minden olyan, tehát minden fehér. Így kell járni, ha valaki el akar ebbe a vallásba menni. Ja, így ittuk állandóan, és már... Al centro, centro, Cuba, y por Eslovaquia, adentro. Adentro. És hát már nem is tudtuk, hogy hova tegyük, mert tényleg már volt ilyen kis műanyag üvegem, és abban öntögettem, mert ugye annyit az képtelenség meginni, és azt gondoltam, hogy ezt én felfedeztem. Aztán, amikor kiszálltunk, mindenkinek láttam, senki nem mint meg, csak ezek a férfiak. Na, és itt is voltunk egy ilyen helyen, itt is krokodilokat tenyésztettek, és a legtöbbet itt is levágásra, tehát nem azért, hogy csodáljuk a szép állatokat, hanem. És meg is kóstoltuk amúgy, mert igen, itt, ahogy látjátok. Nagyon jó meg volt csinálva, de végtelen fűszeres volt, tehát lehet, hogy azért, hogy ne érezzük annyira, de különben nagyon jó volt. Mondjuk sovány, Sovány. Úgy néz ki, mintha rágós lenne, de nem, tehát nem volt rágós. A polip az rágós volt, de ez nem. Úgyhogy nem volt ez a szépenséggel, rájöttek, hogy meg is lehet ezeket enni. Na, és hát aki mondjuk sofőr ott Kubában, az szinte, hát ilyen, az a felső 10 000-ben tartozik, mert az annak van munkája ott, és hát meg a helyieknek nem volt még csak üzemanyag sem. Nekünk mindig volt, ugye, mert turista volt. Na, ez a disznóöböl, ugye, ahol partra szálltak az amerikaiak, akik meg akarták dönteni Fidel hatalmát, és hát azért, mert ott ilyen disznók is voltak arra felé, de most már se hatalomdöntők, se disznók, mikor ott voltunk, de nagyon ilyen kis halacskák voltak csak a vízben. Nagyon jó és kellemes volt a Karib-tenger. Itt mindig alul mentünk, elképzelitek a Kuba szigetét, és itt alul mentünk a Karib-tenger partvidékén, és fölül, aztán megfordultunk, és az Atlanti-óceán partján mentünk visszafele. Na, ez Cien Fogues, nem is nagyon tudom kimondani, de a gyarmati építészet csodái valóban nagyon szép helyek vannak, a helyiek viszont ráérnek beszélgetni, úgyhogy nem a interneten játszanak ilyen játékokat, hanem egymással. Nagyon sok volt a vasúti sín is, de sokat nem használnak már. Tehát, művész volt ott mindenki. Egyik zenélt, a másik ilyen dobozokból ilyen szobrokat készített. Újra hasznosít. Igen. José Martí az arról híres, hogy tehát őt tartják a kubai nép atyának. Mindenhol ott van. Én mondtam először is, hogy José Martí repülőtérre érkeztünk. No, José Martí minden városban volt, és minden róla volt elnevezve.
annyi ott a José Martí, mint nálunk volt a Lenin, úgyhogy valami írtósok. Tisztára, mint a 70-es években így. No, és ez a város, ez pedig Trinidad, és az úgy megmaradt ez a koloniális hangulata, hogy itt olyan filmet le lehet forgatni, hogy szinte semmit se kell változtatni a tájon, hanem egyenesen lehet forogni a filmnek. Ez a cukorbároknak az egyik épülete. Nagyon szépek voltak, erről a cserepekről pedig azt mondták, hát, hogy igaz vagy se, azt ők se tudták, de hogy ezek a cserepek még abból a korból megmaradtak, a gyarmati korból, és hogy a rabszolganők combján formálódtak. Nagyon, ez mondjuk egy nagyon szép és kellemes a kancsancsara, bár ez is egy olyan különleges ital volt, hogy, de hát ez is rummal, ugye? És hogy meg valami nátszukor, hogy ezzel fogadták a mezőről visszatérő rabszolgákat, hogy erejük megmaradjon. Na. Innen is vettem őtőle is ezeket a szivarokat. Na, nem úgy néz ki, tisztán ez nem is kell semmit változtatni, tehát mintha a gyarmati korból már mind vissza, és tényleg ez a templom. Na és láttam is, hogy a gyerekek jönnek egy helyről, gondoltam, hogy ha követem őket, hogy honnan jöttek, akkor biztos, hogy rájuk fogok találni, és rájuk is találtam. Ja. És hát tudtam, hogy innen aztán nem szabadulok adomány adása nélkül, itt engem lenyúlnak, de mindegy, úgyhogy elénekelték a gond. Nagyon aranyosak voltak, úgyhogy ezek voltak a, egyik a nevelő, másik a igazgató, harmadik a tanító, úgyhogy de mind tartotta márkát, úgyhogy hát ott eveget kifizettem nekik. Az, hogy ezek a külön utak azért sokba kerülnek nekem, mert ugye hát ott De viszont olyakat látok, amit azért más nem... Mert ugye nem mehet be egy iskolába egy csoport zavarni, de egyedül be mehet. Mindenki művész volt, ilyen nyitott galériák voltak, nagyon szépek voltak. Na, ő a teremőröm. Na hát ez meg egy különleges, mert ott voltunk a egyik szálláson, és nézünk a tengerre, és látjuk, hogy ott bentről kiemelkedik egy ember a hullámokból, két szatyorral a kezébe, és felénk tart. Hát el nem tudtuk képzelni, na és mikor kiért, akkor mutatja ezeket a kagylókat, hogy 2 kilométerre a tengerbe most halászta ki, éppen most, úgyhogy ha nem lett volna rajta lak, vagy valami, még el is hisszük, de ugye... Ja, hogy volt rajta lak.
Arcédul. Úgyhogy hát még az kellett volna. Úgyhogy mi én... volt rajta? Mit? Az nem, én lakot értem. Ja, nem, és aztán úgy van, hogy... De én annyira értékeltem ezt a kreatív eladási módot, hogy felajánlottam neki egy kis pénzt, hogy megmondta, hogy 10 euró darabja, és mondtam, hogy hát adok neki valamit, de azt mondta, és elment, úgyhogy... Érdekes. De nagyon érdekes, hogy mindenki kieszel valamit, hogy hogyan kéne ezeket a turistákat valahogy megfőzni. Ez egy temető. Na, és ezek a szarvasmarhák egy kicsit úgy néznek ki, mintha ez soványak lennének, de azt mondták a helyiek, hogy ez nem azért van, mert hogy ezek direkt ilyen fajták. Mert hogy oda vittek rendes teheneket, hogy ekkora szép dagatra meghíztak, és aztán mind elpusztultak, mert hogy nem bírták a helyi klímát, hogy ezek meg bírják, de csak ilyen nagyon soványak úgy néznek ki, hogy... Ez pedig cukornád. Na, ezek a épületek, ahogy vidéken laknak. Ez Camagüey, itt ilyen agyagosok laktak, úgyhogy arról híres az egész város, hogy... És erről a szobrászról valami Marta Jiménez úgy hívják, de nagyon híres, tényleg amúgy rákerestem, ezek a pletykálkodó asszonyok, itt ki lehet közéjük ülni, és megörökítette az ő korabeli munkás embereket, ez például a cserép edényeket szállítja, ez a munkás, ez újságot olvasott ott a padon, ez egy szerelmes pár volt, úgyhogy... És hát ugye, ma nagyon sok helyen láttuk, de még egy helyen föl is vettem, hogy az utcán tartották a testnevelés órát. Ott mondjuk nem viszik túlzásba. Aztán mentünk tovább, úgyhogy és el is érkeztünk Santiago de Cubába, ami egy nagyon híres zarándokhely, Csodatévő Mária helye, és hogy ebbe a templomba, bazilikába ellátott még Fidel Castro-nak a anyukája is. És arról különleges, hogy a Santéria hívei is Szűz Máriát, vagy hát ezt a Máriát tisztelik, de ők viszont mondom a saját istenségüket tisztelik ebbe. És a Santéria hívei így, azok is gyertyát gyújtanak, ugyanúgy, mint a keresztények. Misén is részt vesznek, és annyi csodás gyógyulás történt, hogy a mankók itt ki vannak téve, hogy eldobták őket. Úgyhogy... Na ez pedig, ez egy busz. De volt azért, ez egy busz is, tehát... Na, ez... Ez mindenhol, tehát azt a találékonyságot, amit ezeknél, tehát a bácsi is mondta, hogy ő elvisz egy olyan különleges kamrába, amit soha senki még nem is látott. Úgyhogy... Na és mindig a helyiek strandján fürödtünk azért, hogy még jobban megismerjük a helyieket igazán. Ezek például egy egész random nap volt, nem tudom, egy csütörtök például, és ott üvegből ott rumoztak meg minden, úgyhogy minket is megkínáltak. Az volt az egyetlen baj ezekkel a fürdőhelyekkel, hogy rengeteg volt a hínár, és aztán végül már úszni se lehetett tőlük, mert annyi volt. Úgyhogy aztán látjuk is, hogy ott
hát próbálják megtisztítani ezt a strandot, de a hínától, de hát ugye lassan csinálták, csak komótosan. Úgyhogy aztán már kezdenek, hogy némelyik például ez volt a vállalkozó, és hát akkor meghívott, hogy ő főz a valakiknek, és hát tényleg így, hogy nagyon különlegességeket lehetett nála enni, lehetett például ez a enyém, én polipot ettem, van aki ezt a rákot. A polipból is volt nagyon finom, és rágós is, hát ez pont a rágós fajta volt, úgyhogy az nem valami finom volt, de van polipba is finom. Úgyhogy, na hát ez megint egy remek, micsoda ventilátor itt is, meg a fejünk fölött is így rázódott, úgyhogy gondoltam, hogy legalább kitartsam, még kiszállunk. Úgyhogy, de nem zavartatta, jó kedve volt a sofőrnek annak ellenére. Úgyhogy ez. Szalszát mentünk táncolni, de hát sehogy nem ment ez nekünk, én még imam is próbálgattam. Hát valahogy. Na hát a helyieknek is, hogy megyedünk, hogy érünk-e van. Na. Úgyhogy aztán beszédelettem én mindenhova, tehát ezek ilyen helyi lakások, úgyhogy aztán így néztek ki. Hát nálunk is így áll. 70-es, 60-as, így néztek ki. Igen, tehát ilyen, hogy így néztek ki a lakások, úgyhogy. Na ez már, ez Santiago de Cuba. Van itt szép templom is, és ez arról híres, hogy erről a balkonról hirdette ki Fidesz a forradalom győzelmét. Úgyhogy. Ezek ilyen közmunkások, egy késsel próbálják ott a füvet írtani. Guantanamo. Különben igen, tehát annyira kényelmesek, hogy az nekünk nem sajátunk az a kényelmesség, ami ott van. De hát régen azért nálunk is, hát mindenkinek ugye volt munkahelye, és ott azért nem kellett megszakadni. Én nem tudom, hogy régen volt-e olyan, ahol meg kellett, de mink elolvastuk az újságot is, mindent. A új szót, a republikát, nem tudom mit, összehasonlítottuk ki, mit ír, mindenre volt idő, ma viszont nincs, tehát hogyha valaki munkában van, ott kell dolgozni. Ide is elmentünk Guantanamo-ra, de hogy minek azt én nem tudom, mert tudtuk úgy is, hogy úgyse látunk semmit. Nagyon sokan jártak ilyen ökrösszekérrel, meg lóval, meg mindenfélével, úgyhogy a lovakat itt füröztötték. És itt ezen a területen már nagyon sokan, legalább így egy harmadán lakosoknak ilyen fehér gumicsizmába járt. Azt kapták gondolom a munkáltatókról, és azt hordták így a mindennapokban is. Majd mutatom még. Na ez Guantanamo, itt kéne lenni a támaszpontnak, amit ugye csak. Na és hogy hát mégiscsak el tudjuk képzelni, hogy mi van, itt voltak ezek a fényképek, hogy mégis tudjuk, hogy mit kellett volna látnunk. Na, ennyi volt. És akkor ott pedig elmentünk már a szigetnek a északi felére, a Sierra Madre hegyei között, nagyon szép volt, ilyen párába burkolózott az egész. Átkeltünk ezeken a hegyeken, és ott is voltunk Barakoába, ahol partra szállt Kolumbusz Kristóf. Na nem volt ebbe semmi köszönet, hogy ott partra szállt, mert mondom, hogy kiirtotta az őslakosokat, úgyhogy aztán végül is rabszolgákat kellett ide betelepíteni. Ezek a helyi fiatalok.
Ezek a ottani házak, ez a pártház, ha nem ismerte volna. Mindenki kint az utcán, de hogy mire várnak, azt nem tudom, de ők valószínűleg sorban ülnek amúgy. Ez pedig José Martinak a háza, ugye hát José Martin, mondom, hogy a kubai nép atyának, még aztán hát baloldali volt minden, ez itt a szabadkőműves jel, itt a házam. José Martin viszont itt van. És ez pedig a templom. Ez attól különleges, hogy itt őrzik ezt a keresztet, és ők azt tartják, hogy még Kolumbusz Kristóf hozta Spanyolhomból, és az adományozta a keresztény közösségnek, de aztán azóta már rájöttek, hogy egy helyi fából van, úgyhogy. De minden, ők nagyon megbecsülik ezt, és aztán az az ötletük támadt, hogy mikor János Pál pápa hozzájuk látogatott, hogy talán neki is ajándékoznák, de a pápa aztán visszautasította, mondta, hogy csak őrizzék továbbra is. Ez pedig Kolumbusz Kristóf, ahogy partra száll. Na és ez pedig egy benszülött, aki harcolt az utolsó leheletéig a spanyolok ellen, és aztán végül azt mondták, hogy végül sikerült őt elfogni, és aztán hogy kerékbe törik, vagy valami szörnyű büntetés, de hogy simán csak agyon lövik, hogyha áttér a keresztény hitre. És mondta, hogy akkor mi lesz? Hát, hogy akkor egyenesen a mennyországba jutsz. És mondta, hogy hát akkor ezek a spanyolok hova jutnak? Hogy ők is a mennyországba. Na hát akkor, hogy ő törjék kerékbe, úgyhogy igen. Na hát itt találkoztunk ezzel a... Na, kérdezte Boli? Elbeszéltünk vele szlovákul. Ti sinéves jár, oszülte si a pie, a ti sinéves jársz. Hogy? A čo si tam robil? Robil se pesti, do malásky. No. Do malásky. Ez volt a gyógyszertár. Na, a gyógyszertárban szinte semmi nem volt. Az életüket adnak rendesen, letérdelnek elénk egy kis akármilyen gyógyszerért. Tehát bármit, altató, micsoda, fájdalomcsillapító, az nekik édes mindegy, csak hogy valami legyen, tehát semmi a kerek ég alatt nincs. Úgyhogy itt tényleg semmi nem volt. És mindenhol ez a jó zene különben, ez egy valami rettenetesen jó zene volt, úgyhogy na, mindenhol ez szólt. És ez is csak egy vandalizmus, úgy összeállt. És a helyiek visznek nekik sört, meg És hát akkor el is mentünk egy táblahegyre, ott volt nem messze, hogy arra fel fogunk mászni, oda nem mentünk, csak öten. Ilyen dzsipekkel mentünk oda, csak így gyorsan áthajtom.
és itt mutatja ez a helyi vezető, hogy Fidesz korában ilyen levelekre írták az üzeneteket, és ennek az volt a lényege, hogy ennek az a tulajdonsága, hogy nem tartja meg az írást, hanem például pár óra múlva így befor valahogy, hogy eltűnik a írás, és ez azért volt jó, hogyha a lebukás veszélyét minimalizálták. Ez a néni ezt a kakaóbabot mondta, hogy ha jövünk vissza, ő akkor álljunk meg nála egy kakaóra. Kakaó mindenhol volt. Na és átkeltünk ezen a vízen, ugye. Hát én ugye rohantam előre, mert hát, hogy én félnáltam, beleestem, minden eső beleestem a vízbe. Úgyhogy de szerencsére se a kamerának semminek nem lett baja, viszont a ruhám az annyira elázott, hogy oda-vissza nem tudott egy kicsit sem megszáradni, úgyhogy jó, meg is betegedtem. De egyszerűen abban a nedves levegőben nem tudott abban megszáradni, úgyhogy... Na, így jöttünk át. Aztán mentünk így a őserdőben, mindent megmutogatott, és nagyon sok, tehát olyan vagy 20 fajtát mutatott, hogy csak így levettük a fáról, és meg lehetett tenni, úgyhogy... Ez igen. Itt meg megtanított minket pálmalevelekből csónakot csinálni, ami hát nagyon hasznos volt számunkra. Tudjuk ezt a műveletet. Ilyen volt az út fölfelé. A helyieknél rengeteg mindent így megkóstolhattunk. Ezt legtöbben tudják, nem? Ricsi? Az nem a Ricsi, az nem Ricsi. Akkor nem tudom mi, de jó volt. Na és akkor... Hát állatból nem sok mindent láttunk, de ezt, és aztán... Hát el nem fogjátok képzelni, hogy mi ennek a területnek a védett állata, és nem, nincs máshol. Tehát csak ezen a területen él ez az állat. Mi lehet az? Na mindegy, majd meglátjuk, ugye? Ja, ezt is megtanultuk, hogy kellene a kókuszdiót föltörni. Na és itt már föl is értünk a tetejére, na és meg is láttuk a védett állat. Csiga? Nem, százlábú. És állítólag csak itt él, és aztán, hogy nagyon ritkán pillantják meg, na hát minket. Majdnem ráléptünk, de megpillantottuk. Milyen szépen összecsomott. Meg szép a színecsik. Na és ugye, itt is José Márti, mindenhol, úgyhogy a csúcson is. Na és az egy nagyon különleges volt a lefelé, mert ugye mentünk fel, és hát ugye elég nehezen kapaszkodtunk fölfelé, és hogy erről a hegyről így le lehetett futni. Hogy egy 20 perc alatt már lent is voltunk, az egész utat így futva meg lehetett tenni, mert ilyen volt a avar, ennyire, és akkor én nem is tudom hogyan. Még ezt még soha-soha nem tapasztaltam, mert majdnem rosszabb volt lejönni, mint fölmenni, és innen meg, hát ez csodálatos volt. Itt még fönn csak, de így a erdőbe így futni lehetett az egész teret. Na és itt a tefet, itt, úgyhogy meg is ittuk a kakaónkat. És itt meg csak azért mutatom, hogy mivel közlekedtek, mi itt ültünk a ebéden, és akkor ott, hogy ez a főút, különben, hogy a főút milyen forgalmas volt, úgyhogy tényleg. No, ezek viszont úgy mennek, hogyha valaki így vint, akkor fölülhet. És ja, még úgy van, hogy akkor például ott, hogy akinek van autója,
és valaki stoppol, az kötelező felvenni. Persze nem veszik fel, de kötelező lenne. A turistabuszok viszont nem vehetnek fel stoppost, aztán némelyik itt tartja kezében a... Na, ilyenben laknak itt. Ez temető. Hát nem viszik ők túlzásba a temetőszépítést. Na, ott is voltak ezek a nagyon sován marhák. Na, ilyek voltak az utak amúgy. És hogy virágok nincsenek? Nincs sehol virág. Lehet, hogy megiszik azt is, hogy nincsenek. A hitolag mindent, ami ehető, megesznek, de nem ehetőt is, úgyhogy ezt meg nagyon valami mit is bányásznak ott. Na mindegy. És ennyire tönkretették az egészet, úgyhogy ez teljesen élhetetlen, és hogy rendes csapdában vannak a helyiek, mert hogy amúgy, hogy jól keresnek, mert ezt a gyárat állítólag kanadaiak tartják fönn. És aztán, hogy jól keresnek, de viszont elmennének, mert hogy a férfiak olyan 45 igének. És aztán, hogy de hogy nem mehetnek, mert hogy egy családnak egy ház lehet a nevén, és akkor ezt el kéne adni, de itt nem vesz senki házat. Úgyhogy másfél, kettő, meg... Úgyhogy nem, de ezért kinézésre is ilyen nagyon penészesek, meg minden, úgyhogy... Na és itt, tehát Che Guevara mutatja, hogy mit kéne csinálni, de már nem néz rá senki. És hogyha elkezd esni, akkor viszont még a rendőr is stoppolt. Na, ezeket csak így. De ilyeket kiépítettek, ilyen rezortokat, teljesen sajnáltuk, mert ebben egy-két ember lézengett, és aztán fönntartják. Tehát ez borzalmas. És hogyha elkezd esni, akkor nincs csatornázás, akkor rögtön elönti az egész területet a víz. Na, ezeket csak így áthajtom. Ezt azért, hogy lássátok, hogy milyen volt a közlekedés. Na, itt már egyik tartotta is a kezébe a pénzt, hogy vegyék föl őt, úgyhogy hát ilyen volt az egész nap. Úgyhogy na, a fő, ez kimondottan a nyugat-keleti főút és ennyi nép van rajta. Itt meg senki, tehát így tényleg ezen a területen nem járt már a egy lélek se, kilométereken keresztül senki nem jött szembe. Na és ez már Santa Clara, ott minden Che Guevaráról szól, ott is van eltemetve. Ez egy nagy mauzoleum az ő tiszteletére, itt is ezekben a csizmában. Ez is olyan csizmában van, na és itt azt mutatják, hogy győzött a forradalom, mert ugye Baptista az volt itt ilyen Kubában az elnök, de ő is azért hát nem egészen jó elnök volt, aztán akkor valahogy ilyen csellel legyőzték, és ők azt hitték, hogy rengetegen vannak, pedig csak páran voltak és képesek voltak, kisiklatták ezeket a vonatokat, amelyek a mai napig ott vannak azon a helyen, ahol kisiklottak. Na hát ez csak Santa Claráról ilyen mindenhol. Na ez is hát... Ez egy nagy gyógyszerpár, de szerintem nincs ott semmi. Ezek, hogy nem is tudom hány, de azt mondják, hogy olyan busz nincs, akire mindenki nem fér rá. Tehát, hogy bármi, ha 50 személyes, akkor azért az a 150 nem tudom. Na, itt is a következő, hogy...
az utcán rendeztek futóversenyt. Na és ez a bácsi, ezzel beszéltem, mondtam, hogy én magyar vagyok, és aztán, ja, hogy Kádár János! De aranyos van, de rögtön Kádár János is eszébe jutott. Na és akkor végül ebbe turista paradicsomba fejeztük be az utat, úgyhogy ez úgy nézett ki, mint egy elrohás üdülő, mert ezt egy orosz nő építette, de amúgy minden jó volt, minden szép volt, úgyhogy minden ingyen volt, és aztán elmentünk vitorlázni is ezzel a illetővel, halak rengeteg volt, és aztán, na hát ő mondta, az ember azt gondolná, hogy aki itt a turista paradicsomban dolgozik, az igazán egy szerencsés, mert hát itt fizetnek a legjobban, még turisták, és ő mondta, hogy hogy korán se, hogy gondoljuk el, hogy ő reggel elviszi a turistákat, tehát vitorlás hajózni. Utána elmegy a konyhára, ott főz. És hogyha este mondjuk valaki hiányzik a tánckarból, akkor még oda is beáll. Azt mondta, és szívesen elmenne, hogy Kubából, de hát, hogy nincs útlevele. Úgyhogy ennyi volt, és itt van a utolsó kép, ugye ez a repülőtér, és hát itt mennyit, 4-5 órát vártunk a késő repülőn. Úgyhogy de azért sikerült eljutnunk haza is, úgyhogy hát nagyon örülök, hogy megnézték. Kérdések, egyszer kérdezni lehet, úgyhogy nyugodtan. Meg hát aki kivárja a végét, mikor akkor megmutathatom azt a irakot is. Ha, de, majd meglátjátok, ha lesz kedved. Úgyhogy. Valami következő úti cél? Következő úti cél Mauritániai Szenegál. Idén? Március. Ez pár márciusban jobb lenne, nem mennék sehova, mert az a könyv hónapja, ugye akkor kéne bemutatni, de nem bírok. Mehetnék én. És mennyi időre? Nem, oda nem sok, úgyhogy ez csak 12 nap. Csak. Nem, amúgy mindig ezekre a nagy utakra 3 héttel járok, tehát csak akkor lehet megismerni azért azt az adott országot, hogyha több időt eltöltött valaki. És mindig szlovákiai udi? Nem, hanem voltam már a Magyar Földrajzi Társaság alkal, például Körösi Csoma Sándor nyomába jártunk, ugye, meg ujguroknál is voltunk velük. Tehát sokszor így, vagy összeszedődünk csak a neten, és elmegyünk például Tibetbe, tehát olyan, azért persze, sokszor voltam magyarokkal is, csak nekem előny, hogy ki tudom választani, hogy melyik a jobb program, és melyik a olcsóbb, tehát így elvigy egy csomó időre. Még van úgy, hogy összeszedődünk, és akkor meg ugye valakit megfogadunk vezetőnek. De sok a ismerősöm, de mégse annyi, mert ugye az nem tud a magyarral eljönni, ha magyar vezetőt fogadunk, a szlovák, akkor fordítva se tudnak, úgyhogy aztán az elejé baj, de... És te milyen idegen nyelveken beszélsz? Nem nyelveken, hát csak nyelven, nem, de angolul azért elbeszélek, de mondjuk nem azon a jó szinten, de olyan nőtekkel, akik ő maguk is úgy tanultak angolul, tehát azokkal könnyebb elbeszélnem, és akkor így. Azokkal azért megértem magamnak.
úgyhogy el is tudok menni a helyi vezetővel, és aztán, hogyha valamit még nem is értettem, ott vagy felveszem diktafóra, és itthon, ha lehallgatom, akkor azért már is értem, hogyha többször visszatekergetem. És az angolt, az fiatalkorodban kezdted, vagy célirányos, amikor utazni kezdted? Nem, azt az iskolában kezdtem, de nem nagyon ment az az igazság, hogy nem. Tehát így ezeken az utakon, igen. Először még jobban, hogy mondjam, mindent nekem kellett mondani, mert ugye akkor még nem tudtak annyira angolul, mikor én kezdtem utazni, de aztán a mai fiatalok már nagyon jól beszélnek angolul, úgyhogy most már, hogyha valamit hallják, hogy én nem egészen jól állok, és aki, majd én megmondom. De erre, úgyhogy megy azért, na de csak erre, de jó lenne akár spanyolul is beszélni. Ha tudtam volna fiatal koromban, hogy tényleg, de mondom, hogy gyerekkoromban bíztam abba, hogy utazhatok, de aztán valahogy minden reményt elvesztettem, hogy valaha is utazhatok, így messzebbre gondolom, és hát, hogy ez adódott, ugye, akkor már menni kellett, nem, hogy tanulni még. Na, úgyhogy Kubában a helyiek milyen nyelven beszélnek? Spanyolul. Spanyolul. Úgyhogy mindenki majdnem spanyolul beszél. Így van. Úgyhogy helyesek, meg mondom, hogy nagyon kellemes emberek, de egyáltalán nem voltak se annyira elragadtatva. Valaki azt mondja, hogy jaj, milyen boldogok, nem igaz. Tehát olyan, hogy nagyon-nagyon el vannak keseredve. És kérdeztem is a helyi vezetőtől, hogy hát miért van ez, hogy nincs itt ez valaki, vagy nem formálódik az ellenzék esetleg? És ő mondta, hogy hát formálódni kell még, hát tüntetni, vagy ellenállni is lusták. Hogy... Beletörődtek. Igen, mert annyira kell pörögnék az agyuknak arra, hogy mi lesz holnap, hogy tudjak mit enni, akkor ezt így csapom be, azt meg amúgy, igen. De hát ugye, hisz mi is a szociba azért csak gondolkodtunk, hogy hogyan is kéne egy kicsit jobban élni, úgyhogy. Hát de majd vége lesz ott, úgyhogy én gondolom, hogy az utolsó közt láttam ezt a rendszert, úgyhogy szerintem a közeljövőben biztos, de nem kérnék már abba a szegénységből, ami ott lesz. Mert nem tudnak ehhez alkalmazkodni, nem is akarnak, megszokták ezt a lassúságot. Ahogy jön a kapitalizmus, ott már semmi, ott már harc, ott már muszáj pörögni, ott már muszáj tudni. És hát azért a legtöbb ember csak úgy el volt. És a turistákkal kapcsolatban ők angolul beszélnek, szóval igyekeznek, vagy csak van egy csoport vendéglátás, vagy... Csak ők tudnak annyira, hogy elbeszélnek, de ők is, hát én is érzem, hogy nem tudnak rendesen. No. De mondjuk ők elbeszélnek, de azért az utca néte nem. Tehát ezt a fiatal embert, akit mi találtunk, ezt is véletlenül találtuk, mert már többen találtunk. De... És az iskolában van angol? Van biztos. Bár én nem tudom, hisz eddig még nem is engedték be se az amerikaiakat, se az amerikaiak nem mehettek, tehát eddig még bojkott volt, úgyhogy nem hiszem, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektettek, hogy valaki tudjon, pedig hát közel van Amerika, de hát. Nem, általában így helyi, hát annyit tudnak, mint tudtunk angolul, hát nekünk mink se használtuk, ugye. Jaj, oroszul némelyik. Tényleg. Mondjuk ez a vezetőnk is, ezzel némelyik utitársam elbeszélt oroszul. Mert hogy ő ott is volt a oroszoknál pár évig. Igen, annak idején még pár is volt a Kubában. Hát ez az, hogy... Rengetegen. Na, jó van. Úgyhogy én...
Hát Irakba meg ugye úgy mentünk, hogy tényleg pont erre Asura ünnepére, és hát tényleg négyen voltunk akkor, csak a vezetővel együtt voltunk négyen, és hát tényleg úgy kívül semmi nem volt megszervezve, ott a helyi ilyen orvos, végzett orvos ugyan, de még praxisa nem volt, az fogadott ő családi házába, úgyhogy ez egy nagyon olyan volt, hogy a helyieket ismertük meg tényleg, és aztán ővelük jártuk Bagdadot, és aztán mikor elmentünk ezekre a szent helyekre, Karbalába, és hát ott igazán az egy elképesztő élmény volt. Meg hát a lebombázott Mószulba például bolyogtunk, az is nagyon érdekes volt, úgyhogy... De az mind le van írva, ha esetleg gondolják, akkor el lehet olvasni. Illetve akkor betekintünk, egy 5 percre van, kedves. 5 perc csak az. Vagy 5 perc. Az csak 5 perc. Akkor egy 5 percre lehoztam. De te akkor... Várjuk azt a szent ünnepet, ahol vonultuk, azt... Jaj, hát az borzasztó. Az a legérdekesebb. Na várjunk, hol is van, hogy bocsítani. Hú, hát lehet, hogy itt sincs. Ja, itt van Irakban. Ez volt a anyukája amúgy. Nagyon szép, igen. És dolgozik anyja is, tehát valami laboráns. Már ugye ez én lennék. Mert ugye ez az volt, hogy ebben a ruhában kellett lennünk, mert ugye ünnepen még csak kimozdulni is lehetett más ruhába. Másképp lehet Irakba járni, de ezen az ünnepen nem. Úgyhogy csak ebben a érdekes ruhába, templomba pont a, ez egy keresztény templomot, én mindig keresek keresztény templomot, tehát olyan nincs, hogy nem találok. Na, ez a nem akarom mindet, mert aztán az hosszú, de... De még a gyerekeket is elvitték ebbe a pipázóba, úgyhogy aztán mindent elé, ezt se láttuk, mert nem engedtek be éppen. Úgyhogy ezek is érdekesek voltak, mutatom inkább a mi csodát, mikor odaértünk, akkor Babilónia, ott is voltunk, Nadzsaf, na ide. Akkor Nadzsafba ide értünk a temetőbe, ez akkora nagy temető, mint egy nagy város. Úgyhogy, és emberek kimondottan erre spórolnak, hogy ide lehessenek eltemetve, mert azt tartják, hogy aki itt eltemetve van, az a hetedik mennyországba jut. Úgyhogy aki, és aztán ezért minden pénzt hajlandóak megáll. Na és akkor már itt kezdődött az egész, így ilyen verték a hátukat ilyen láncokkal, készültek, ekkor még csak készültek, és az volt a nagyon érdekes, hogy az egész négy napon keresztül nekünk is ebbe a abajába kellett járnunk, és 4 napon keresztül eltartottak minket. Tehát az utcán volt étel, ital, kávé, sütemény, amit csak az ember el tud képzelni, sőt meg voltak sértődve, ha már nem kértünk. Minden volt. Eltartottak ott több millió zarándokot. Amikor megkérdeztük, hogy ki finanszírozza mindezt, mondták, hogy imám iráni, hát hogy a iráni imám, de hogy ők is, tehát hogy, mert ott sít, ez a síta ünnep, és pontosan a sítáknak az az ünnepe, amikor, hogy ketté vált a vallás, egyik szunita, másik síta lett, és ők lettek a síták, és pont erre emlékeznek, arra a csatára, ahol ez eldőlt, és aztán tényleg nem kímélik magukat, mert ők azt tartják, hogy át kell élni annak a csatának a borzalmait.
én is csak így, tehát két férfi volt a vezető, és mink csak itt lehettünk a nők között. Tehát így néztünk ki, de anyicskát aztán le is hordták, mondták, hogy így nem lehet ilyen sendrián módon, hogy ki van a haja. Ott már ki se lehetett lépni, tehát még a szobából se lehetett kilépni ennek a baja nélkül. Tehát ott, hogy, és még el se voltunk rendesen szállásolva, mert azt mondta a srác, hogy ő lefoglalta, de ilyenkor ugye ebbe akarnak megélni ott is, és aztán mondta, hogy ja, hogy nincs beírva. Na, adott nekünk valami tényleg olyan kis szobát, oda négyen valahogy bezsúfolódtunk, aztán mindenhol aludtunk tényleg a földön. Meg. De mondom is, és akkor ki akartam menni törölközőjé, de ott nem lehet csak úgy lemenni a mi csodára törölközőjér, hogy... Na, és akkor ezt nézzük meg. Na, hát akkor köszönöm szépen a részvételt. Kívánom, hogy teljesüljön minden álmod, úti célod, és visszavárunk a következő utadról egy újabb élmény beszámolóval. Köszönöm szépen, köszi. Köszönöm szépen, Mérisz. Hát aki gondolja, 15 eurót.